Beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. Orgona koncert egy panelekkel körülölelt lakótelepen. Ráadásul egy teherautó platójáról. Ha összefog Rákász Gergely és a Győri Filharmonikus Zenekar, semmi sem lehetetlen. Gyermekkoromban azt hittem, hogy csak 8 lábú polip emberek tudnak orgonálni. Nem jártam annyira messze az igazságtól, ugyanis ahhoz, hogy ezt az ékes hangú nemes hangszert valaki megszólaltassa, az összes végtagjára szükség van. Rákász Gergely győri orgonaművész 15 évesen adta első orgona hangversenyét, és a járványhelyzetben sem állt fel a billentyűk mellől, ugyanis esténként kiköltözött a hangszerével a város sűrűn lakott részeire, és megörvendeztette a panelek lakóit a muzsikájával. A helyiek az erkélyükről kihajolva, borral a kezükben hallgatták a szerenádot. Rákász Gergely neves orgonaművésszel beszélgetek a mai műsorban. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok. Gergely, épp amikor már rákészültél, hogy pihensz egyet közel 30 évnyi megállás nélküli munka után, felhívott a Győri Balett technikai igazgatója, hogy tudsz-e teherautóplatón orgonálni. Mit válaszoltál? Azt, hogyha van rajta orgona, akkor tudom. Valóban így volt, ahogy mondod, téli álmot aludtam tulajdonképpen. 26 éve vagyok a színpadon,
És azóta tulajdonképpen nem volt megállás. És most úgy voltam vele, hogy hát ha megállt a világ, akkor talán bűntudat nélkül én is megállhatok egy pillanatra, és megálltam. És volt 3-4 hét olyan szabad nyugalom, amikor azt mondtam, hogy te szentég, ilyen az élet, amikor nem ülök 4-5-6 órát a billentyűk előtt, ennyi ideje van az embernek akkor. De aztán ez hamar elmúlt, mert jött ez a telefonhívás, elindult egy gondolat, és ez egy nagyon szép szolgálattá változott. Egyrészt ugye az ötlet születése a Győri Balettből érkezik, ott van egy kipróbált harcedzett vérróka, aki már nem is tudom, hogy hány rendezvényt csinált 50 éve, tehát hogy onnan a kezdeményezés, beszállt a Győri Filharmonikus Zenekar operatív szinten, lebonyolító szinten, én természetesen mondtam, hogy viszem a hangszert, felülök erre a platóra, tehát hogy én olyan büszke vagyok, hogy Győrben élhetek, és hogy egy ilyen csapat tagjaként én is részt vettem van az egészben, ez egy szép szolgálat. De nem csak én, tehát a Filharmonikus Zenekar tagjai is, ugye felszívtuk magunkat, kiültünk a platóra, elmentünk olyan helyekre, ahol bezártság van, idős otthonok elé, lakótelepi helyszínekre. Olyan ez kicsit, mint a szerenád, mint hogyha odaálltál volna valakinek az ablaka elé, és zenéltél, gondoltad volna valaha, hogy egyszer panelházak között fog zenélni, vagy idős otthonok előtt? Én sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy csinos hölgyek ablak alá visszük az orgonámat, és majd ott fogok szerenádot tartani, de ez mindig olyan kivitelezhetetlennek tűnt. És egyébként az is, mert hogy kell hozzá egy 9 fő stáb, aki ezt így rendesen LED falakkal, meg komoly hangosítással és egyebekkel megoldja. Tehát, hogy mondjuk ez csekély sikerre számíthatott volna, akkor, hogyha ezt én egyedül szerettem volna a csinos hölgyek előtt, de hogy idős otthonok előtt, és hogy panel arénában, na erre nem gondoltam volna soha. Az előbb felfigyeltem arra, amikor azt mondtad, hogy vitted a hangszeredet magaddal a teherautókhoz. Ez azt jelenti, hogy neked van egy saját orgonád? Mert ugye nem egy gitárról beszélünk, vagy nem egy hegedűről, hanem egy óriási hangszerről. Ezt mindig mindenhova viszed magaddal, kivéve a templomokat persze. Még oda is képzeld el. Komolyan? Van én nekem egy turné orgonám, mert olyan dilemmával néztem szembe akkor, amikor a koncertjeim formájáról kellett dönteni, hogy belüljek-e a karzatra, barikádozzam el magam a hallgatótól, és akkor onnan történjen minden, mint ahogy ez egyébként normális esetben egy orgona koncertnél történik is, vagy próbáljuk ezt az egészet egy kicsit modernné, maivá tenni, és hát a mai ember az egy vizuális lény, tehát mi már mindent a szemünkkel is akarunk látni, úgyhogy tegyük esetleg a hangszert a hallgatók elé. Úgyhogy ez az egyik oldala. A másik oldala az ennél sokkal profánabb, mert ugye ezeket a hangszereket, az orgonákat évszázadok alatt óriási nagy közösségek építették fel Isten dicsőségére. Aztán mára a kis közösségek tartják őket fent nagyon kevés pénzből. Úgyhogy igen, sokszor volt az, amíg nem volt meg a turné orgonám, hogy úgy kellett játszani, hogy hát az ember szerelt reggeltől délutánig, hogy minden szóljon, és akkor izgult a koncert alatt, hogy még remélhetőleg legalább addig egybe marad, ameddig végig a koncertnek. Most ez azért nem egy méltó hangverseny felkészülés. És akkor én ilyen amerikás magyar vagyok, ilyen praktikus, pragmatikus, átgondolt tervező. És akkor azt mondtam a csapatnak, hogy nézzétek, hát, hogyha nem kötünk kompromisszumot a hangzásban, akkor miért kell kitegyük magunkat ennek a szamásságnak a másik oldalon? Hogy akkor, amikor úgyis versenybe szállok minden mással, a televízióval, az internettel, minden mással, ami a városban történik, akkor legyen ez egy olyan verseny, ami kiegyenlített. Amiben azt tudom mondani, hogy kedves közönség, láthatod, amit csinálok, még vetítünk is hozzá, viszünk egy óriási vásznat minden koncertre, beszélek, tehát nem leszel egyedül hagyva, hanem van egy háttértörténet, amitől azt tudod mondani, hogy hát ez azért nem is egy olyan szörnyű dolog, ez a klasszikus zene, amihez rendőri biztosítás kell, hogy az ember a közelébe menjen. Tehát akkor adok egy élményt. És erre egyeztük ki az orgona koncertjeimet, hogy élmények legyenek, messze túl mutat ez már egyébként így, hogy vetítés van, hogy beszéd van, messze túl mutat ez azon, hogy ez egy orgona koncert, ez egy egész estés, hát a show az egy kicsit talán erős kifejezés, de egy feltöltődés talán így, amiben egyébként az orgonának is van szerepe. Igen, láttam, hogy ebben a szabadtéri produkcióban is élőben közvetítettétek egy LED falon a játékodat, hogy mindenhonnan jól látható és hallható legyen a zene. Kíváncsi vagyok, Gergely, hogy volt taps is a produkciód végén? Meghajoltál a nézők előtt, a hallgatók előtt? Meg, sőt, volt egy olyan
hallgatólagos, aztán utána kimondott megegyezésünk, hogy ahonnan először jön a visítás, arra felé hajlok meg először. Tehát mi tagadás, nem vettük nagyon komolyra ezeknek a koncerteknek a hangulatát, mert nem is az, hát hogyha az ember kiül egy aréna közepére, azt nem szabad elkomolykodja. Pont az a lényeg, hogy azt is megragadjuk ilyenkor a klasszikus zene világával, vagy a klasszikus értékek világával, aki egyébként nem volna vevő erre a történetre. Tehát hogyha én itt most lenyelem a kardot produkció elején, akkor pont a lényeg veszik el, hogy új hallgatókat is. Tehát ez egy ilyen win-win helyzet, hogy nem csupán jól érezték magukat azok, akik kapták, de hát ha ezek közül, az emberek közül jó néhányan beülnek majd később a hangversenytermekbe is. Úgyhogy lógtak kint boros pohárral a teraszon az emberek, és ahonnan először kiabáltak, és visítottak, és fütyültek, arra ment a meghajlás, és aztán körülbelül. Szóval ez jó volt nagyon. Pont ez jutott eszembe, hogy ez a fellépés abban is nagyon különbözött egy koncerthelyzettől, hogy nem csak az hallgatta meg a zenédet, aki egyébként is venne jegyet a koncertedre, és elmenne meghallgatni téged, mert szereti a zenédet, hanem az is, aki esetleg még életében nem hallott orgonaszót. Ennek tudatában azért nem volt nehéz összeválogatni, hogy milyen darabok kerüljenek a repertoárra? Őszintén inkább az volt a nehéz, hogy nem játszhattam az én kedvenc darabjaimat. Mert egy 4 évszakot Vivaldi-tól, Bach-démol, Toccata és fúgát bármikor előhúzok a fiókból. Tehát ugye álmomból fel kell teszel játszom őket, de annyit játszottam már őket, hogy mi tagadás, ez nekem kevésbé kihívás. Meg engem kevésbé szórakoztat mondjuk 4 évszakot játszani, de hát itt ilyenkor az ember azért mégiscsak, ahogy beszéltünk is róla az előbb, több szempontból állítja össze a produkciót. Nem csupán az a fontos, hogy az élvezze, aki egyébként koncertlátogató 100 éve, hanem az is fontos, hogy az, aki ezzel a világgal eddig nem ismerkedett meg, azt tudja mondani, hogy jé, hát ez egy jó dolog. Én sokszor elmondom, hogy a klasszikus zenét én olyannak látom, mint a spenótot. Hogy mindenki tudja, hogy egészséges, mindenki tudja, hogy tele van vitaminokkal, nyomelemek. Elmondta az orvos, meg a dietetikus, hogy meg kéne enni, de zöld, orsolyan, zöld. Ki eszik zöldet, nem? Tehát pláne főzve. És ha egyszer átléptünk ezen a gáton, hogy azt mondjuk, hogy de hát ez olyan fura zöld, és egyszer megkóstoltuk, akkor én tudom, hogy 10 emberből 6-7-8 azt mondja, hogy hát ez nem is olyan rossz. Tehát, hogyha ez jól van elkészítve, ez a spenót, akkor ez akár a mindennapi táplálék része is lehet. És akkor viszont elérkezünk egy nagyon fontos pontra, oda, amiről Márai Sándor beszélt egy alkalommal, hogy csak a nyárspolgár gondolja azt, hogy a kultúra az valami elvégzendő feladat, amin túl lehet esni mondjuk egy szerda délután. Az, aki a kultúrát fogyasztja, az tudja, hogy ez táplálék. Hogy ezzel minden nap élni kell, úgy, ahogy az ember táplálja a testét, meg altatja a testét, meg edzi a testét, úgy a szellemét is, a lelkét is táplálnia kell, és hát ennek a tápláléka a kultúra. És akkor itt érkezünk meg, itt zárul be a kör, hogy igen, kellett műalkotást adni annak, aki 100 éve koncertlátogató, na ezt én is nagyon élveztem, mert ott azért csilloghatott a hangszernek azok a részei, amelyeket úgy gondolok, hogy kevesen tudnak megcsinálni. De kellett azoknak is érdekességet adni, akiket meg azt mondom, hogy igenis, vegye föl az életébe a kultúrát, mint táplálékot. Hát én művész vagyok, tehát beszéletek szamáságokat. Képzelj el egy olyan utopisztikus világot, ahol mindenki kultúrát van. Ahol az emberek arról beszélgetnének a buszmegállóba, hogy milyen koncerten voltak, hogy voltak-e a kiállításon, hogy elolvasták ezt, vagy azt az újonnan kijött könyvet. Hát képzeld, hogy micsoda világ volna ez a mostanihoz képest, amikor az idióták a leghangosabbak, mert hogy tulajdonképpen a normális, hát mindig az idióták vannak többen, és mindig ők a leghangosabbak. De képzeld el ennek az ellenkező. Majd most járványidőszak után mindenki arról fog beszélni, hogy milyen könyvet olvasott, és hogy milyen online koncertet nézett meg. De képzeld el, hogy ennek az ellenkezőjét, hogy az emberek az érték felé fordulnának, én tudom, hogy ez nem fog megvalósulni. Tehát, hogyha egy művész nem tűzi ki legalább a zászlajára azt, hogy ezzel akar foglalkozni, hogy egy hajszállal feljebb emelje az egész emberiséget, akkor szerintem nem is igazi művész, hanem csak valamilyen folyamatosan a válla fölött kitekingető lipacs, hogy aki arra figyel, hogy na most akkor elegen mosolyognak, elegen tapsolnak, mert jót mondtam. A művész dolga nem ez, hanem az, hogy fölfelé, az Isten felé, a transzcendens felé, az univerzum felé, mindegy, hogy nevezzük, én Istennek tanultam, úgyhogy én szeretem úgy nevezni. Tehát, hogy fölfelé irányítsa minden embernek a tekintetét. Úgyhogy így áll össze ez egy koherens képé, amiben azt tudjuk mondani, hogy igen, játszunk 4 évszakot egy platóról, azért, hogy még többen üljenek be
klasszikus zenei koncertekre, és ettől egy icipicit talán jobb a világ. Na de hogy van az, Gergely, hogy ezt a spenótot, ezt a kulturális táplálékot te már 5 éves korodban megkóstoltad, mert akkor ültél először zongorához, és 15 évesen már színpadon voltál és orgonáltál. Hogy ilyen korán eljutott hozzád ez az egészséges táplálék? Ez nem az én érdemem, hanem a közegé, amiben felnőhettem. Én nem nagyon lehetett a kommunizmus ideje alatt olyan klasszikus értelemben vett polgári családokról beszélni, de ha valami közel állt hozzá, akkor a miénk az az volt. Volt egy csomó könyvünk, hangszerek voltak itthon, olyan beszélgetések voltak, amelyekre tátott szájjal figyeltünk oda gyerekként, művészbarátok jöttek, és ezt a szüleim generálták. Tehát én előbb ismertem Mozartot, mint Madonnát. Én voltam a hülye gyerek az iskolai partikon, mert nem tudtam, hogy kell táncolni az ilyen bálokon, mert nem ismertem, hogy aztán végül megszálltak a csajok, adtak egy-két kazettát, és akkor úgy képbe kerültem, hogy mi az aktuális popsláger, de én ebben nőttem bele. Nekem az volt a furcsa, hogy valaki nem ebben nő bele. És aztán szépen lassan azzá vált az életem, hogy arra törekszem, hogy próbálom a velem kapcsolatba lépőket arra inspirálni, hogy ez egy fantasztikus világ, ebbe érdemes belenőni. Vagy érdemes elkezdeni, akár akkor is, amikor már az ember azt gondolja, hogy engem egyáltalán nem értek világ, mert hogy rengeteg mélysége van, rengeteg szépsége van. Úgyhogy én pont fordítva voltam összerakva. Uh-huh. Aztán úgy jött ez a zongorához üdés, hogy nem adta kölcsön a barátnőm a pikuláját, amin én szerettem volna elfújni azt a népdalt, amit ő már megtanult elfújni, és akkor úgy ösztönösen odaültem a zongorához, és addig keresgéltem a hangokat, ameddig meglett az összes a szeretnék számtaniból. Uh-huh. Na most erre meg apám fölfigyelt, és azt mondta, hogy na hát ez a gyerekednek van füle. És elkezdett velem foglalkozni, aztán tanárokhoz adott, és ez így elindult valami, de ehhez kellett otthon a zongora, kellett otthon az az apa, aki azt mondja, hogy de hát ennek a gyereknek van füle, kellett az idő, amit apa és anya is rám szánt ahhoz, hogy elindulhasson valami, hogy ez mind együtt áll. Na de azóta része lett Madonna az életednek? Most arra gondolok, hogy például egy orgonaépítő ismerőse még akkor is orgona műveket hallgat, amikor nem dolgozik, az autójában is, vezetés közben is mindig orgona művek szólnak. De milyen zenét szoktál szabadidődben, vagy például vezetés közben hallgatni? Ma reggel Lassust hallgattam, olyan jól esett egy kis reszánzene. Tegnap Gershwint hallgattam. Szóval nincs olyan megkötés a zenével kapcsolatban, hogy akár most klasszikus legyen, vagy popzene legyen. Azt gondolom, hogy a zenéből úgyis jó zene van, meg rossz zene van. Queen olyan zenét csinált, hogy meg vagyok róla győződve, hogy 50 év múlva, 100 év múlva, meg 300 év múlva is zene lesz, azért mert valahogy úgy tudták megfogalmazni a világ lelket, és úgy tudtak zenélni. Abban, hogy mondjuk Gangnam Style-ból, ebből a kórai fiúból, akin a világ röhögött, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, van-e még ma valaki, és hogy lesz-e még 100 év múlva valaki, efelől viszont vannak kétségei. Szóval, hogy a jó zene utat talál, hogy az érték utat talál, ezt meglátom. És esetleg elővettél most olyan műveket ebben a karantén időszakban, amiket régóta szeretnél megtanulni és beépíteni a repertoárodba, eddig nem volt rá időd? Elkezdtem foglalkozni egy csomó átirattal, ebben nagy segítségemre van Szűcsapor zeneszerző barátom, mert olyan dolgokat lát meg a muzsikában, amiket én nem. Viszont én jobban kezelem azért az orgonát, mint ő. Úgyhogy így ezek a közös munkák, ezek nagyszerűek. Elkészültünk egy John Williams Superman átirattal, most épp ezen dolgozom. Van egy-kettő olyanok, amik valóban itt így az orgona szélén hevertek, és még az orgonáig el se jutottak, hogy mindig zongorán kezdem el meg. Dolgokat. Még az orgonáig el sem jutottak, de évek óta evernek az zongora szélén, és ami a szép ebben, hogy sikerült visszatérni újra az örömzenéléshez, hogy azért vehetek elő egy művet, mert azt én olyan nagyon szeretném, és csak úgy a saját örömömre. Tudom, hogy a közönség nem szeretné, mert vagy nagyon nehéz, vagy nagyon modern, vagy nagyon lassú, tehát hogy nem annyira a közönség darab, de én engem megboldoggá tesz, és hát most itt ennyi a világ minden ideje, zenélhetek magamnak. Uh-huh. Azt veszem észre, Gergely, hogy nagyon bátran használod a hangszert, az orgonát, mert nem ez volt az első eset, hogy a szabadban játszottál. Pár éve például láttam a YouTube-on, hogy a Deák térre mentél ki orgonálni, és azt látom, hogy a koncertjeid megszólítják a mai kor emberét, mert a
klasszikus hangszerrel látványkoncerteket tartasz, ahogy mondtad te is a beszélgetésünk elején. Két darab között zenetörténeti kalandozásokra hívod a nézőket, a hallgatókat, de a háttérben videóbejátszások, klippek mennek. Volt, hogy táncosok is közreműködtek a játékot közben, szóval a ma embere is jól tudja magát érezni a koncerteden. Fel tud töltődni a zenéddel igényesen az is, aki nem orgona rajongó. Én a pályám elején kiírtam egy A4-es lapra, hogy mi lesz a műsor. Azt kitettem mondjuk 10 helyre a városban, a zeneiskolákban, a templomban, ahol a koncertet tartottuk, a városházán vagy iskolákban. Akkor megtelt a templom, és mindenki tudta, hogy tehát az alapján, a műsor alapján el tudták dönteni, hogy eljönnek-e. Mert az inger szintje, az inger küszöbe, a 40 évvel ezelőtti, vagy a 30 évvel ezelőtti embernek egészen máshol volt. De hát ha ma én azt mondom, hogy én kirakok egy A4-es lapot, akár csak a Facebookra beleírva néhány zeneszerző nevével, hogy akkor ezeket fogom játszani, hát ember nem lesz a koncerten, mert máshol van az inger küszöbünk. Tehát muszáj valahogy úgy tekinteni nekünk, klasszikus zenészeknek is a saját műfajunkra, hogy az valahogy oda tenni a homlok térbe, és azt mondani, hogy kérem, e közül is választasz. Nyilván nem fogja mindenki lecserélni azonnal Beyoncé-t Beethovenre, de legalább ott legyen a lehetőség, hogy tudjon választani. És akkor viszont ez egy kőkemény verseny. Amiben azt mondom, hogy kérem, ha beülök a moziba, akkor így és így szórakoztatnak engem egy óriási vásznon, rengeteg hangfallal, ilyen és ilyen effektekkel, emellé én oda teszem a saját produkciómat, és azt mondom, hogy ez ugyanannyit ér, mint az a mozifilm, légy szíves, gyertek el. Most, hogy tudom ezt megtenni? Hogy tudom a ma emberének az impulzus szintjére emelni a klasszikus zenét? Ha azt kérem tőle, hogy üljön másfél órát, reszteg a fenekén, akkor sehogy. Elértem azt a néhány embert, aki már egyébként is a klasszikus zene világába beágyazódott, csellóórára járt gyerekkorában, kórusban énekelt, és nem tettem hozzá, nem építettem a közönséget, és vele együtt ezt a jobb világot, amiről az előbb beszélgettünk. Hát nekem muszáj megfogni valakit azok közül, akik még nem ültek ott ezeken a koncerteken. Ezt nem úgy tudom, hogy azt mondom, hogy gyere el, nem leszel egyedül, nem fogod magad hülyének érezni, azért, mert nem értesz ehhez a műfajhoz, mert segítek, elmondom majd a kulcspontokat, hogy mit figyelj, meg egyáltalán kontextusba helyezzem ezekkel a zenetörténeti kalandozásokkal a zeneművet, mielőtt eljátszanak. A szemed is kap valamit, mert az orgonán játszani, ez egy izgalmas dolog, olyan, mint űrhajót vezetni. Hát rengeteg gomb, rengeteg kapcsoló az ember kezével, lábával, mindig csinál valamit. Tehát az önmagában nézni azt, hogy ott egy ember egy egyszemélyes zenekarként tevékenykedik, ez egy érdekes dolog, de nem elég, hogy körbe raktuk az orgonát kamerákkal, és a kezemet, az arcomat, a lábamat, mindent, ami történik, azt meg tudom mutatni akciókamerákon keresztül a hallgatóknak. De még megkértem egy festőművészt is, hogy legyen kedves vizuálisan is narrálja a hangverseny. Na, ez volt egy trükkös pont, hogy ne sokat adjunk látványból, de ne is kevesebb. Ha sok, akkor egy idő után azt mondja a közönség, hogy de jó kis filmen voltam, és közben valaki orgonálgatott. Ez nem jó, akkor túl sok a csinagatta. Ha túl keveset adunk, akkor meg nem érjük el a mai hallgatónak az impulzus szintjét, aki úgy érkezett meg a koncertre, hogy egy perccel a kezdés előtt még nyomkodta a telefon. Tehát valahol a kettő között kellett megtalálni egy olyan arányt, amire a hallgató azt mondja, hogy jé, eltelt másfél óra, és vége van. Hát hiszen most kezdődik. Hát igen, fontos, hogy a hallgatóból ne néző váljon, hanem figyeljen a zenédre, és ne a hátteret figyelje folyamatosan, és azt gondolom, hogy ahogy néztem így a videókat, akkor nagyon ügyesen megtaláltátok ezt az egyensúlyt. A beszélgetésünk elején, még interjú előtt mesélted nekem, hogy évente 40 ezer, 50 ezer kilométert is megteszel, annyit koncertezel, idénre is 80 fellépésed tervben volt, csak ugye a járvány miatt le kellett mondani. Vajdaságban, Gergely, játszottál-e már? Nem, de nagyon szeretnék, úgyhogy bárki, aki hall bennünket most is koncertszervezéssel foglalkozik, állok elébe, a rákászgergely.hu megtalál. Ez egész egyszerűen kapcsolatok kérdése. Lehet, hogy te magad vagy ez a kapcsolat, aki majd ilyen tekintetben hozzásegít ehhez. Továbbá nekem van egy alapítványom is, amelyel a történelmi Magyarország területén nem csak én megyek hangversenyezni, de sok művészt viszünk hangversenyezni, kifejezetten ügyelve arra, hogy szórványba is eljussunk. Még Erdélyből indult az ötlet, olyan helyeken jártunk, ahol a madár se jár. De aztán mégis ott ült 500 székely ember a templomban is hallgatta a koncertet, az 500 fős falu volt, tehát elképesztő élményeink vannak.
És akkor az volt a szívbe markoló, hogy azt mondta utána a polgármester lelkész, hogy hát művész úr, köszönöm szépen, de 100 éve nem volt ilyenünk, és nem is lesz a következő 100 évben. Mm-hmm. És akkor én úgy elkezdtem gondolkozni azon, hogy mit tudnék én tenni a határon túlélő magyarság érdekében, hogy egy cseppel jobb legyen az életük. És akkor arra gondoltam, hogy létrehozom ezt az alapítványt, megszervezem itthon a művészbarátaimat, hogy ők is, hogyha ott járnak, akár Erdélyben, akár a Vajdaságban, akár tehát a történelmi Magyarország területén, akkor maradjanak még egy napot, mi meg megszervezünk nekik még egy-két koncertet, és megszervezem a befogadókat is. Úgyhogy a legközepébe tapintottál vele Osolya ennek a munkának, mert hogy nem csak én megyek szívesen majd a Vajdaságba, de hogyha megtaláljuk a jó szervezőket, akkor még több koncertet is viszünk. Engedj meg nekem egy utolsó kérdést itt a műsor végén. Engem már gyermekkoromban is nagyon érdekelt az, miközben figyeltem az orgonistákat, hogy hogyan játszanak, hogy miközben te orgonálsz, mozgásban van minden végtagod, kezed, lábad. Hogyan tartod karban a fizikumodat? Ez nagyon nagy energia is kell. Hát én sokat sportolok, és nincs igazán jó alkatom egyébként az orgonáláshoz, mert nagy vagyok. Lábam is nagy, egy ilyen 41-es, 40-es lábbal sokkal könnyebb orgonálni, mint az én 44-45-ösömmel. Uh-huh. Erős is vagyok, tehát ez sem egy szerencsés dolog, ezek a vékony fiúk, ezek sokkal könnyebben orgonálnak mindig. Így, ahogy mondod, hát könnyebben pakolgatják maguk egyik végéről a hangszernek a másik végére. De hát a szerelem az már csak szerelem, hát azt most nem lehet azt mondani, hogy én beleszerettem ebbe a hangszerbe, akkor majd gyorsan lecseréljük, csak azért, mert nem tökéletek. Fizikumom, úgyhogy sokat tornászom. Karban tartom magam, hogy mindazt, amit elveszítek a testfelépítésen, azt megnyerjem a fizikumon. Orgonálni nem lehet erősen, túlsúlyosan. Tehát ha a billentyűket lehet is nyomogatni, de igen nagy fáradtsággal. Úgyhogy kajakozom, sétálni járok, calisthenics-ezem, tehát ilyen saját testsúllyal végzett gyakorlatokat csinálok, minden reggel tornászom, van, hogy délutánonként is tornászom, úgyhogy így egész napos életforma forgon a művésznek lenni. Köszönöm szépen Rákász Gergelynek a beszélgetést, és további sok sikert kívánok, és jó sok koncertélmény még. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat még egyszer. Egyenesen a szívemhez.